Egy születésnapi ajándékkal indult a Békés Csabai Sárközi Mária, alias Marcella Maszk varró projektje tavaly. Azt követően egyre több barátnőinek készített személyre szóló meglepetéseket, párhuzamosan helyi szervezeteknek is ajándékozott. Maszk maszkot követett, ma már túl van a 2000-en is. Friss kollekciójában természetesen a nemzeti trikolor színeit használta fel, fejet hajtva a márciusi ifjak előtt. Számára ez a legszebb hazai ünnep. Mind a két nagyszülőm varrónő volt, és velük voltam egész nyáron, és úgy mindig is tetszett így a varrás. Tanulni sose tanultam, de azért úgy elestem a fogásokat. Folt mozaikkal kezdtem, akkor ilyen edényfogó kesztyűk, ilyen kis apró ajándéktárgyak, ilyen dolgokat vartam, kis figurákat, a lányomnak bábot, akkor a ő baráti körének bábokat. Tehát így mindig valahogy úgy elém hozta az élet. Nagyon sok anyagom volt itthon, és igazából folyamatosan vartam, hol ezt, hol azt, ökoszatyrokat legutóbb. És van egy barátnőm, pont ide jött hozzám, és találtam itthon egy londonos anyagot, és úgy gondoltam, aznap volt a születésnapja, és mire idejét megvartam neki egy maszkot, akkor kezdődött, ez tavaly márciusban volt, akkor kezdődött ez a Covid. Nem is lett olyan szép, de ő nagyon örült neki. És akkor utána valahogy így elkezdtem maszkot varni a családnak, barátoknak, és már egy, inkább igazából egy ilyen szenvedélyemé vált. Hát varok maszkot a Vakok és Gyengénlátók Szövetségének, Egyesületének, a Békés Csabai Egyesületnek. Támogatom a Hortobágyi Madárkórházat, és őneki küldtem maszkot. Ők eladják ott a madárkórház, és abból vesznek gyógyszereket. És támogatom azt az iskolát, ahova a kisunokám jár. Sérült gyerekek járnak oda. A legszebb ünnep, a nemzeti ünnep, meg hogy a szabadság ünnepe. Tavasz van, és azért fontos, hogy akkor biztos találkozunk. Úgyis szerintem minden magyar érzésű ember elmegy, vagy valamilyen szinten megünnepli, és akkor nem kell így szervezkedni, hanem hogy biztos, hogy összetalálkozunk avval, akivel jól éreztük magunkat. És van egy baráti körünk, egy nagyon szűk baráti kör, akiket minden évben meghívok március 15-én az ünnepség után ebédre, egy történelmi ebédre, ami jókai, bableves, Kossuth kifli vagy pozsonyi kifli. És a barátaimnak, akik még ezt nem tudják, nekik készítettem ezt a maszkot. Amikor varogattam a maszkokat itt mindenféle szalagokból, amit kaptam a március 15-i ünnepségen, akkor pont néztem, hogy az egyik a fehér anyagnak olyan érdekes a textúrája, és majd azt fogom mondani a lányoknak, akik megkapják, hogy ez a Pilvasz kávéház egyik abroszából készül. A március 15-i tulipán, ez is egy úgymond saját találmányom, nem maga a tulipán, mert ezt tanultam, hanem hogy piros-fehér-zöld legyen a tulipán. És amikor a Hajnal utcai óvodába dolgoztam, akkor vittünk a Kossuth szoborhoz a gyerekekkel egy nagy csokorral, és befőttes üvegbe volt. 48 szál tulipán volt, szimbolikus jelentőségű. Azt megcsináltuk ott a gyerekekkel, szülőkkel, és akkor az a papír zászlók helyett én így gondoltam, hogy egy kicsit talán más. Szeretem az életbe a vidám dolgokat, jelmezeket. Ez a megfúj a szabadság szele, mindig is ezt ilyen szerettem, ezt a szabadság érzést. Szép ünnep.